Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk! Halleluja, nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves gyülekezeti tagot, nézőt! Nagyon örülök, hogy Isten igéjével kezdhetjük ezt a napot, ez a te napod, ez a te órád. És ma is fog szólni hozzád Istennek az igéje, ami az ő szájából kimegy, azt mondja az ige. Nem tér hozzá vissza üresen, hanem jó szerencsés lesz oda, ahová küldetett. Tudod, Isten réma beszéde fel van ruházva azzal az erővel, hogy létrehozza azt, amiről beszél. Mikor Isten igéje kimegy, nem csak az ige megy ki, hanem az igével az az erő, ami képes, hogy létrehozza azt, amiről az ige beszél. Isten ereje ezért, azt mondja a zsidó levele, ezért élő és ható, élesebb minden két élő fegyvernél. Az egyik angol fordítás azt mondja, hogy élettel teljes és energikus. Isten igéje életet hordoz, nem csak egy sima beszéd, hanem ahova behatolod gyógyulást hoz, ahova behatolod szabadulást hoz, ahova behatol, ott életmegváltozást hoz, ahova behatol, ott gondolkozásmód megváltozást hoz. Ezért van ma is szükséged Istennek a beszédére. Ez a mennyei kenyér. Jézus azt mondta, van nekem más eledelem is, amit ti nem tudtok. Jézus azt mondta ezzel, hogy van neki szellemi eledele, és az ige az egy kenyér, az ige az, ami szellemi eledelünk, az, ami mennyei mannánk, ami táplál minket, és amit eszel, az leszel, szellemi értelemben is, az leszel, amit megeszel. Isten igéjével táplálkozz, apostoli tudománnyal, Isten igéjének felkent beszédével táplálkozz, és győztes leszel, és egészséges leszel szellemileg. A szellemi immunrendszeredet nem mindegy, mivel táplálod, mert szellemi értelemben is az leszel, amit megeszel, ugyanígy fizikai értelemben is. Tudtad, hogy amit megeszel, vagy megiszol, minden egyes sejtedbe eljut, és a sejteidnek pozitívan okozhat növekedést, vagy negatívan romlást. Ezért fontos, hogy egészségesen étkezz, de ugyanis szellemi értelemben. Egészséges szellemi tudományt fogyasz, és egészséges igei magyarázatot, hisz az ige, ami mérő zsinórunk, mérő ónunk. Az a mai rapszódi cím, hogy ez a mi napunk. 1 Korintus 4:20. Mert nem beszédben áll Isten királysága, hanem erőben. Amikor Jézus eljött a földre, az nem az ő napja volt. A Lukács 22:53-ban a keresztre feszítésének a küszöbén azt mondta a katonáknak, de ez a ti órátok és a sötétség hatalma. Tehát ő engedte meg, hogy letartóztassák. Akkor, amikor szolgált, nem nyúlt túl Izrael nemzetén, mert ez nem az ő napja volt. Krisztus napja az, amikor visszatér, hogy megítélje a nemzeteket, és megkezdje 1000 éves uralmát a földön. Olvasd el a Filippi 1:10 és a Filippi 2:16 és a 2 Tesszalonika 2:2. A Bibliában ez áll. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik. És ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. Mindezek a dolgok az ő napjaiban fognak megtörténni. 1000 éven át. Ez a millenium. Ez azonban az egyház napja. Dicsőség Istennek. Vedd észre ezt, és kovácsolj előnyt belőle. Ez az a nap, amikor mindazt, amit ő adott nekünk, fel kell használnunk az ő dicsőségére. Az ő erő megnyilvánulásainak manifesztálódnia kell az életünkbe. Mert Istennek királysága nem csak szavakban van, hanem erőben. A Jézus és az apostolok által véghez vitt hatalmas csodák, jelek és megnyilvánulások azért lettek megörökítve a Bibliában, hogy inspiráljanak bennünket,
És ezek tudatják velünk, hogy napjainkban is megtehetjük ugyanezt, ugyanannak a Szent Szellemnek az ereje által. Használd, amit van. Dicsőség Istennek, halleluja. Az ige ma is élő és energikus. Fel van ruházva élettel és erővel. Tudod, amikor kint voltam Krisz Pásztorék gyógyítóiskolájában, láttam tolószékekből kiszállni embereket, csupán arra, hogy hallották az igét. A Zsoltárok könyve így szól. Kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket. Tudod, Isten beszéde, élet és szellem. Gyógyulás a te tested számára, szabadulás a te lelked számára. A Példabeszédek könyve azt mondja, fiam, az én szavamra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad a te füledet, mert életük ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egy gyógyszer, gyógyulás, gyógymód és egészség. Tudod, Isten igéje számodra ma is gyógyszer. Amikor hallgatod, a tested megépül, a lelked megépül, a szellemed megépül. Isten igéje szabadulást hoz, gyógyulást és helyreállást. Az ige ma is fel van kenve, az ige ma is élő, hatékony, és ahova bemegy, ott változást hozó képességgel bír. Mondjátok utánam az imádságot. Ez az egyház napja. És hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket, a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjeleníti mi általunk. Köszönöm, Uram, ezt az elrendelt korszakot, amelyet dicsőségre és az életünkben az erő megnyilvánulásra adtál nekünk. A természet feletti mindennapi tapasztalattá vált az egyház számára. Jézus nevében. Amen. Te egy természet fölötti Isten, természet fölötti gyermeke vagy. Járj a természet fölöttibe. Élj a természet fölöttibe. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon meg titeket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!